Közös bemelegítés az óvári jégpályán, majd kezdődik is az óvári jégsárkányok U8-as csapatának edzése. Megkezdődött az idei jégkorong szezon, ezzel egy időben pedig az edzések is, mind az U8, U10, 12, 14 és U16-os korosztályoknak. 2018-ban indította el jégkorong szakosztályát a Moson-Magyaróvári Vízisport Egyesület, ahova azóta is várják a jégkorong iránt érdeklődő gyermekeket. Ahhoz, hogy jól szerepeljenek nem csak ebben a szezonban, hanem a jövőben is, már az 5-6 éveseket is várják az edzésekre. Fel szeretnénk tölteni a U8-asokkal egy kicsit, hogy minél több gyereket, ugye délelőtt iskolások jönnek, korcsolyáznak több iskolajáróváról, és a lényeg az, hogy utánpótlásban a gyerek U8-asokkal, minél több U8-asunk legyünk, hogy a korosztályokban ne legyen ilyen, hogy most 6+1 vagy 7+1, hogy legyen emberünknek, mint gyerekünk, hogy tudjunk menni versenyre, tehát ez a lényeg. A korosztályok edzéseit hétfőtől csütörtökig tartják, pénteken kapus edzésre van lehetőség. Az edzésekkel egy időben pedig megkezdődtek a versenyek, a tavaly átadott 40x20 méteres pálya pedig lehetőséget biztosít arra, hogy hazai mérkőzéseket is szervezzenek a Moson-Magyaróvári jégpályán. A jégkorong szakosztály folyamatosan tartja toborzásait is, jelenleg mintegy 60 játékossal működik az óvári jégsárkányok. Sok óta gyakorolok, csak most gyakorolok kapuskodni, lesz egy meccsem egyszer, és majd arra kell gyakorolnom, és nagyon sokat kell gyakorolnom, hogy addigra jó kapus legyek. Mit szeretsz legjobban a jégkorongban? A korongkivédést. Tesóm is hokizik, és én is akartam hokizni, és megkedveltem a hokit. Miket csináltok itt az edzéseken? De gyakorolunk, hogy egymás ellen tudunk harcolni, és az ellenfél előtt, és akkor így akkor be tudunk lőni gólokat. Az óvári jégsárkányok tehát folyamatosan várják az új játékosokat, a jelentkezés részletei megtalálhatók a csapat közösségi oldalán.